2016-ban, 5 évvel ezelőtt, amikor a magyar válogatott hosszú idő után 30 év elteltével jutott ki újra világeseményre, világversenyre, a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságra, azt gondolom, hogy azokból az időkből rengeteg szép emléket őrzünk a szívünkben azóta is. Emlékszünk a nagykörúton hömpölygő ünneplő tömegre, emlékezhetünk arra, hogy hogyan nyűgözte le az egész világot az, amit a magyar szurkolók nyújtottak Franciaországban. Vitán felül áll, hogy jóval több magyar embert mozgatott meg, érintett meg ez az esemény, mint akik egyébként követik a labdarúgást és rajonganak ezért a sportágért. A nemzeti összetartozás érzése azokban a hetekben szinte kézzel fogható volt az országban, minden piros-fehér-zölddel volt tulajdonképpen feldíszítve. A magyar válogatott újra kijutott az Európa-bajnokságra, és mivel részben hazai rendezésű, és a itt látható gyönyörű Puskás arénában fog 2 mérkőzést lejátszani a magyar labdarúgó válogatott, mégpedig az Európa-bajnoki címvédő Portugália és a világbajnoki címvédő Franciaország ellen, ezért azt mondhatjuk, hogy még nagyobb, még intenzívebb élmény várhat az országra. Tehát minden adva van, úgy tűnik, viszont sajnos azt kell látnunk, hogy bizonyos intézkedések, mintha csorbítani akarnák ezt az össztársadalmi, össznemzeti élményt. Ugyanis úgy hírlik, hogy oltási igazolványhoz kötnék a stadionba való bejutást. A Mi Hazánk mozgalom súlyosan diszkriminatívnak tartja ezt az intézkedést. Egyrészt azokkal szemben, akik nem kívánnak élni az oltás lehetőségével, másrészt azokkal szemben is, akik ugyan fel akarják venni az oltást, és itt főleg a fiatalabb korosztályra kell gondolni, elképzelhető, hogy júniusig ezt nem tudják megtenni. És van egy harmadik csoport, mégpedig a 18 éven alattiak, a gyerekek. Velük mi lesz? Ugyanis semmi érdemi és biztos információ nincs ezzel kapcsolatban, így jogosan merül föl a kérdés, jogosan fogalmazódik meg az az aggály, hogy elképzelhető, hogy egy ilyen élménytől, egy ilyen intenzív és nagyszerű sportélménytől megfosztják a gyerekeket? Hiszen mivel eredetileg 2020-ban tartották volna meg az Európa-bajnokságot, és a koronavírus miatt halasztották 2021-re, ezért volt már egy jegyértékesítési hullám, így biztos vagyok benne, hogy számos magyar család vásárolt már jegyeket ezekre a mérkőzésekre, és sok gyerek is van köztük. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, arra kéri a kormányt, hogy ne kösse oltási igazolványhoz a stadionba való bejutást, mert ez csak feleslegesen éket ver a társadalomba, feleslegesen szembefordítja egymással az embereket, és gyakorlati szempontból sincs sok értelme, hiszen akár egy negatív teszttel is megoldható lenne a belépés, anélkül, hogy oltási igazolványhoz kötnék azt, hogy itt a helyszínen szurkolhassanak a magyar válogatottnak.